köszöntök minden kedves vendéget itt az Alter Ego klubban! Jól nézel ki! Jól nézel ki! Édes vagy szerelmem, csokolád, szombat este van! Igaz, hogy 31-e, azért az látszik a létszáma, hogy ilyen kurvára hónap így van. Szombat este, azért nagyon csak felveszi a színpaját, elvettem a kupleráiba, levettem a függői farka, belőle egy fölsőt. Hát azért mégis a megadjuk a módját, igaz szerelmem? Nem értettem őt. Szerelmem, rámögötted egy férfi, holtosan csillag, tudod, hogy jelentenek kell a karmelit a koroskorba, hogy bármi heteroskodás történik a pozivárba. Úgyhogy csak óvatosan szerelmem. Hát ha már nem mertek az oldalába gyerekeket sminkelni, akkor én felügyelem a rendet. Hát ez a minimum. Divadarány nem túl jó gyerekek, a buzik valamiért mindig késő jönnek, nem tudom, ilyenkor akik még az uborkák magukra, vagy feléjük, vagy nem tudom én, de hogy ilyenkor egyelőre még mindig több a kislány, mint a közepesre jóképű férfi. Csokolnak. Na! Valamit akartam mondani, de megláttalak, és egyszer megjutott olyan kurva jó az a fűszersor, amit hoztál egyébként. Ha nem rakjátok fel a YouTube-ra, akkor elmondom, hogy a Kotányitól van, és kurva jó, ilyen grill fűszer, őlet mindenben, mindent azzal csinálok szerelmet. De szokta ilyet használni, vagy csak anyád vegetált rak a húsnevesben. Szokott vegetált, édes faszom, nem szabad ilyen fal belerakni. Rendes, igaz, itt a Kotányinál vásároljatok, jó Csilla? Egy kis kicsit. A Horváth Rozi, édes faszom, már hol laksz te bazd meg? Horváth Rozi, ne! Nem, a csillagos üregkel kell egy kurva hónap van a nyárból. Ki volt már nyaralni? Mint egy 8-an. Hát ez a lepra miatt van szerelmény. Én is idáig Balaton alsó, ős alsó, vagy ott ahol a faszomba voltam elég ára egész napot, meg megyek Tiszarofra még majd augusztus ünnepén. Ugye mondom én, hogy Tiszarofa jó is megy gyakorlatilag. A faluban nem merünk belemi, mert nagyon fehérek vagyunk. Még napozás után is, tehát hogy az úgy nagyon, ott ülök a Tisza parton és kicsit félünk, de kurva jó egyébként, mert nagyon szép egyébként, csodálatos. Barátságos. Csak a Tisza barátságosabb, mint a lakói, ezt kétségtelen. Mert akartál utalni felég, igen. Na, kurva jó hely, egyszer már voltam ott. Ki az, aki még most megy nyaralni? Jó, meg szerelmem, de hova mész? Te vagy itt az egyik legjobb képű férfi. Hova mész nyaralni, Csilla? Pécsbe. Pécsbe? Kasz a városban nem nyaralni járunk, illetve. Oda szopni járunk 100 euróért. Nézd meg ezek a mai fiatalok. A Pécsbe nem nyaralunk, ott dolgozik anya. Én aki már nem a kertnerel, én a kamion terminálba hatás. Hajna három után már csak 25 euró, de összejön az a kis nyugdíjjárulék, hogy ezt szerelmem. Nem tudom, én léptem rá, mert kurvákról beszélek. Úgyhogy ezért a testér meghalt, nehéz lenne elkérni bármit is. Na! Annyira jó egyszerűek lenni. Ott van egy gyönyörű, szép, hosszú hajú fiú. Írjál majd anyára a fészel, jó szívem? Elég a hajadról küldesz ki, mert én már arra kérjedek. Hát, hogy mindegy, kukiról nem kell, kukikért nem kell, akkor tele van az internet, ráborul, hogyha megnyitol a bármi. Hol küldözgettek manapság a gyerekek a faszokat? Az Instán képzeld el, meg a... Nem létezik! Hol? Nem létezik! A TikTokon? De az TikTokban az meg, hogy TikTok. Nem szabad ilyeneket mondani. Na, persze, még keresjük Ramónát! Hol van Ramóna kisasszony, akinek... De vagy a szerelme, mert mire faszom őt olyan hátra? Gyere csinál, mert tapsa biztosul Ramónát! Kiderül, hogy milyen alkalomból. Hát elég rövid lett a kis nadrágon szerelmem. A szó, hát szorosan, szó szerint vett a rövid nadrágot, hogy bugyi van rajta? De mire eszik? Hát a bugyi van, nem kell a nőkre bugyi, hát semmi okod is. Édes Ramona, most hogy itt először? Hát, régi motoros vagyok. Régi motoros, jó! Mert egy kis
jelenti szerényen nyertes nyugdás, hogy teljes őrült zavarba van Ramona, mert hogy most van itt nálunk először, de akkor ezek szerint a többiek mind veled vannak ott a negyedik sorban. Igen. Te is akkor megkérdezem, hogy egy kislány nagyon integet, hogy ő a barátnőd vagy? Igen. Nyalakodtok is. Mi szopogatom, én elmondom. De látod, hogy milyen kura kiegyensú az ott ez a hely, gyerekek? Hát itt minden, lefedjük az egész biológiai órát, amiről hát 18 éves korodik innentől kezdve senki nem tudna. Szülni azt lehet 15 évesen, tehát diszorokon, de arról tudni, hogy vannak lesbikusok, az semmiképpen. Mert a teljes elejében KDFI inkon papi pénzét nem tudok kimondani. Inkon papi, gyerekek. Tudom, szerelmem, ez az vicc volt, Csillag, nézzek, hogy hülyének nézed is. Na, Csillag, a anyának azt mondd el nekem így, hogy kedves, mi a foglalkozatban, nem nálunk vagy? Mit csinálsz? Tehát, hogy mit csinálsz, amikor nem itt rohadsz a buzivárba a barátnőddel? Sportoló vagyok. Milyen? Sportoló vagy. Ja, sportolóra, ó, de nem vagy az olimpián, az meg. Hát most van az olimpia. Hát láttátok a világot, tehát az annyira cuki, hogy zaváljál reggelni. De tényleg, ez egy cuki. Igen? Mit sportolsz, szerem? Nem azt mondod, hogy fotballozom, mert hazamegyek. Birkozó vagyok. De nem a barátnőddel, hanem úgy általában. Vele is! Vele is, és ezért adnak pénzt, hogy ott... Te főállású birkózó nő vagy? Igen. Ezt az országot, bazdmeg, így meg 57 évesen női ruhát, hogy tudnál a pénzsébe. Én miért nem birkózó a női ruhába a pénzért? Nem értem. Még eljön. I don't understand. Szóval egy profi. De akkor nem ez az olimpiának, azért nem olyan magas szinten birkózol. Majd 3 év múlva. Köszönösen gyenge vagyok, hogy nem jutottam ki az olimpiára. Nem baj, szerelmem. Hát nem lehet mindenki itt a képzelő, mindenki az olimpiára. Neki lenne a földön bazdnek, aki neki Tokióba lenne. Na majd azért egy-két trükköt mutassál, jó? Hogy kell a fiúkat hasra fektetni? Na, szerelmem. Annyira nem gyakorlott benne, de vajon miért? Hány éves nem kérte ma? 25 éves! Nagyon szeremeim, énekelünk szépen, hangosan én hozom a ajándékot. Ramona birkózolni, ezt még picit emészgetem. Na, megszerem én még egy fontos információm van számotokra. Sorosról. Valami információt adjál a hálózatról. Soros az a lámpa, hogy töltve van. Na, a lényeg az, megszerem én, hogy jövő héten
pénteken, még minden első pénteken, ugye már jövő héten augusztus van, illetve a hónap augusztus van, illetve ma úgy nézzük már, ma augusztus van. Tehát a jövő héten pénteken retro van itt a klubban, és egy elképesztő meglepetéssel készülünk nektek, úgyhogy várom mindenkit sok szeretettel jövő héten pénteken retro bulival itt az Alter Ego klubban. Kicsikarni ezt a kis... Jó, már megyek már picsába. Na, lesz a kis rendbesor, mi teljesen elborult muzsika. Kívánjuk ez, ahogy is szeretszett. Nem értelek titeket. Minden jó. Na, szóval drága szerelmeim, nisvesek, amik előre lecsapukom este megtettem tanfugró csoporton övő műsorába. Elsőként a színpadon... ne felejtettem. Elsőként a színpadon, őket még nem érdekli, hogy mondjuk. Elsőként a színpadon, na ki jön?